Szeretett testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet! A mindig megújuló karácsonyi történetnek ma az első üzenete, amit Szenteste is hallottunk, hogy vannak angyalok. A pásztorok ott Betlehem mezein lehet, hogy nem is gondoltak erre, munkájukat végezve, hogy lehetnek angyalok az ő életükben is. Ott a réteken, vagy az erdő széleken a pásztorok azt tudták egészen biztosan, hogy ott van a nyájuk, amire vigyázniuk kell. És tudták a pásztorok, hogy a pusztaságban rengeteg vadállat van és leselkedhet a nyájukra. És azt is tudták az angyalok ott a pusztaságban, hogy nem csak vadállatok vannak, hanem vannak tolvajok is, akik szeretik összegyűjteni az ő nyájukat. De nem tudták bizonyosan, talán nem is sejtették, hogy angyalok is léteznek. Ahogy mi magunk emberek is, mai korban élő emberek, vagy nem sejtjük, vagy nem akarunk róla sokszor tudomást venni, hogy angyalok is léteznek. Igen, a mi életünket is meglátogathatják az angyalok. Az első karácsony éjszakáján először erről győződtek meg az pásztorok, hogy vannak angyalok. Amikor lehajolt a menny, és hallatszott az angyal ének, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Akkor az járhatta át a szívüket, hogy Istenem, lám, nem csak a nyáj van, nem csak a tolvajok vannak, nem csak a vadállatok vannak, hanem van valaki, aki vigyáz a nyájra, vigyáz a pásztorokra, és vigyáz az emberiség életére, hogy angyalok is vannak. Ez a karácsony első számú üzenete mindannyiunk számára, akik ugyanígy őrzünk valamit, vagy valakiket. Őrizzük a családunkat. Őrizzük a szeretteinket, őrizzük a mieinket, mert sokszor ott vannak a leselkedő fenevadak. Sokszor ott vannak a családi életünkben, szeretteink életében, a munkahelyünkön, ott van az ordító gyűlölet. Sokszor ott van a fájdalom. Sokszor ott van az életünkben a félelem, a bűn, a züllés, a lelkiismeretlenség és a szeretetlenség. Sokszor jön a sátán, a nagy ellenség, és elrabol egy-egy lelket közülünk. Úgy megszoktuk már, hogy ezek vannak, és ott vannak az emberiség életében. El is feledkeztünk arról, hogy nem csak ezek lehetnek, hanem az angyalok is ott lehetnek az életünkben. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy nem csak a bűn van, nem csak gyűlölet van, hanem van bocsánat. Van szeretet is. Elfeledkezünk róla, hogy nem csak rabló gyűlölet van, hanem van visszaadó jó indulat is. Hogy nem csak fájdalmak vannak, de van vigasztalás is ebben a világban. Hogy nem csak erőszak van, de van szeretet is. És nem csak egymást megsebző bántás van, hanem van bekötöző és gyógyító szeretet is. Mert angyalok is vannak.